videófelvételt készítek erről a Pioneer A445-ös csúcserősítőről. Gyönyörű hangja van, már rekordszelektorral és inputszelektorral is ellátták a készüléket. Ami még fontos benne, mivel a bakelit lemezjátszók ismét a színre törtek, megint nagy divattá váltak, rájöttünk arra hosszú idő után, hogy az igazi életű hang az a bakelit lemezjátszóból jön. Na most erre a készülékre bármelyik bakelit lemezjátszót rá lehet kötni, mert tudja a kristályos és a mágneses hangszedőt is kezelni, egy kapcsolás az egész. Rendkívül szép hangja van, már van direkt kapcsolási mód, loudness, subsonic filter. Az ismert zenei anyagtartalom miatt halkítottam le egyébként az erősítőt, mert augusztus 1-től igen szigorúan veszik. Már nagyon sok videómnál letiltották az egész videót, illetve csak a hangot. De csodaszép hangja van egyébként. Negyed hangerő, hatalmasat szól. Ami még a fontos az erősítőnél, és akkor ez mind alaphangon volt. Csoda jó hangja van. Hát úgy állítjuk be, hogy nekünk a legszimpatikusabb, de az alaphangja is csodálatos az erősítőnek. Abba kezdtem bele, hogy ami nagyon pozitív dolog még az erősítőben, hogy 4 hangfal kimenetes, amit A, B szektorral le tudunk választani, vagy akár egybe is tudjuk hallgatni. Ez azért jó, mert hogyha 2 különböző helyiségben, konyhába, szobába, teraszra, szobába helyezzük a hangfalainkat, akkor amelyik helyiségbe akarjuk, ott fog csak szólni, vagy akár mind a 2 helyen. Rendkívül szép állapotban van, teljesen karcmentes minden tekintetben nézve. A front oldala is gyönyörű. Picit megbillentem, hogy ez látszódjon is. Csodaszép készülék. Nagyon megvigyázott darab. Egy CD játszóval került hozzám, melyet hirdetek, egy Platte mechanikás Pioneer CD lejátszó. CDP-702, ha jól emlékszem. Még egyszer köszönöm, hogy megtekintetted róla készült videóm, és kérlek, tekints meg róla készült nagy felbontású képeimet is, melyet 24 megapixeles tükörreflexes géppel, Nikonnal készítek a termékeimről mindig. A valós láthatóság érdekében, és további szép napot kívánok!